akarnak olyan emlékeket hagyni magukról, a magyar hosszúsokról beszélek, ami kialakulhatott az osztrákok elleni meccsen. És hát, ha már úgy esett, emlékezzünk rá, tegnap a szlovákokkal is megtörtént, talán még kellemetlenebbül a csehek elleni mérkőzés. Mindjárt mondom. Damgaard, beleérnek, óriási védés, még egy védés! Na nézzük még egyszer. Nagyszerű, hogy két ilyen védéssel kezd, szuper. És még szerencsénk volt, hogy a második védésnél itt... Jóval óvatosabban kezd a magyar válogatott, mint tette azt Ausztria ellen. Vas János, gyönyörű lövés, van a korong! Hogy vissza kell térni a gyökerekhez, az alapokhoz. Viszont a magyar publikum, de hát úgyis hallják. Schiller, gyönyörű! Jánosi próbálta meg beletenni a botját. Böttgerhez közel helyezkedni. Regin kiteszi még egyel tovább. Hú, mekkora lövés volt Böttger. Böttger svéd junior bajnok. Palkovics. Damgaard rontotta el. Szép, ott a kipattanó korong. Közel egyforma a lövésszám mindkét oldalon, még ha egy kicsit veszélyesebbek is voltak a dán kísérletek eddig. Kettős ember hátrányban játszik közben az osztrák válogatott, de... Nagyon rövid ideig. Igen. A magyar szövetség meg $1 millió gazdálkodik. Kim Stahl, szuper! Hogy szorította magához a korongot? Pont a címert lőtte el. Ott a vár inkább fölötte volt, de... Regin próbált meg átmenni a magyar védőfalon, nem tudott. Egy kis kakaskodás. Damgaard. Ő a csapatkapitány, egyik legöregebb játékos. Fekete, gyönyörű, Palkovics zicserben! Palkovics elhúzza! Micsoda gól! Már nem szorult bele Palkovics Krisztiánba az, amit mondtál! Palkovicsról elfeledkeztek úgy, ahogy van. Gyönyörű volt a passz, amit kapott, és az az elhúzás. Kapus még kidöfött, de Palkónak volt annyi mersze, hogy ott áthúzza és fonákkal betereli. Itt pedig oda akar dögni, még jó, hogy nem a korcsiját találta el. A bíróknak sokkal jobban fog a receptoraik az ilyeneknek. Larsen középre, hatalmas lövés. Kapus akadályozás, teljesen a legrosszabb mutató, de durva volt itt a Zatar Hart, aki Malmöben és Finnországban is játszott. Szuper, kipattan a korong, nem tudnak lőni a második hullámban. Fekete éri el a korongot, a Benebikát, akkor lehet, hogy a dán hátvéd szerz meg, óriási mentés volt. Milyen rég nyertünk tétmérkőzésen a dánok ellen. Lükeszköv, hogy ne tudjanak lendületből indulni és úgy érkezni Szuper Levente kapuja elé, az a legveszélyesebb, hogyha felgyorsulnak. Hát a kapu elé is ritkán engedjük be. Hú, de nehéz lesz ez. Damgaard egész közel most már a kapunkhoz, még közelebb, bent van, befért szuper vála fölött. Egy korongnyi hely volt ott a rövid saroknál. Láttam még, hogy meg is libbent a meze Leventének, és tényleg úgy lapjával fért át a korong. Picit bíztam benne, hogy kiesett a kapuból és az oldalhálónak meg az kívül. Igen. De nem az, nem nagyon az. Belopózhatod. Igen. Csak a szívem mondatta. Nézzük meg felülről, lehet, hogy az oldalhálón ment be. Láttam már olyan. Ólomlábakon haladnak a másodpercek, nem is haladnak. Hiába szúrt vele Holéci, nem tudjuk kiütni. Megint Zitzer, szuper, óriási védés. Damgaard, ő is rábombázza. Ez a 14. harmada VB-n nekünk, és 11-szer volt kiállítva ellen. Szuper. Jól takarítunk most, ott meg mintha nem is lett volna, azokat meg ki is vonhatjuk így. Toka is sérül meg. Vérzik. Nagyon csúnya ütközés volt. Nézzük meg a lassításban még egyszer. Hát, passz után. Vállal. Szuper. Teljességgel szokatlan szituáció, ki kell állítani a dán játékost. Szintelen volt a Levente, egy nagyon picit, hogy lekezelte a korongot.
De nem illik így támadni a kapust. Péter Regin oda csap egyet a védőnek, és aztán belekorcsolyázik szuperbe. 11 meccs jutott neki az Ottawa Senators együttesében, már akkor, amikor az Ottawának nem volt semmi esélye a rájátszásba kerülni, és egy gól passz ezen a 11 meccsen az NHL-ben Péter Regin. Vas Márton. Óriás termetű dán takarja Ladányi, de most lövés lesz belőle, de micsoda lövés! Még egy lehetőség, Ladányi! Nem sokkal megy fölé! Balázs tette ismét, Vas Márton oldalháló, ez tényleg az. Már csak 25 másodperc van, de nem baj, beszorultak a dánok, szuper teszi egyből vissza. Ladányi nem volt kint, nincs lesz, gyönyörű csel, Ladányi lassan lövőhelyzetben, nagy passz, gólhelyzet! Kapuvas! Az a baj, hogy itt van a bandája is. Herzby tette tovább, Stahl. Péter Regin korcsolyázza szuper Levente felé. Na nézzük, Ladányi. Láb. Mikkel Böttger, megint indul a figura. Regin nem passzol, hanem beviszi. Most Enepati jól védekezik, szuper, meg óriásit véd, de még mindig ott a korong. Rá kéne feküdni, valahogy oda kéne dőlni. Tényleg mindenki beledől. Hátvéd nem foghatja meg a kékre festetten belül Levente, természetesen igen. Most viszont nagy helyzet, mekkorát védett jobb lábbal, szuper! Mondom, kapus teljesítményünk VB negyeddöntős. Kovács nyúlt oda és szerzett majdnem korongot. Most figyeljünk, Christensen. Nagy passz volt, de nagy blokk is, szuper! Nem pattan elé a korong. De ezt nehogy már megadja! A kipattanót bevágja Erik Christensen. Annyi NHL játékosuk nincs azért. Na itt lennék én kíváncsi, hogy vajon mit csinált a korcsolyájával Julian Jakobsen. Gyakorlatilag rálépett Levente kezére. Ezt láttam én is. Most. De már kint volt. Utána akkor is zavarták. Marad az ész meg a szív. Ladányi. Nagy lövés. Gyönyörű védés, de Horváth András megpróbálhatott volna ismételni. Így sem rossz. 1-0-ra vezettünk az első játékrészt követően. Aztán fordít a dán válogatott, kellett hozzá nekik a kettős emberelőny. Hát itt tartunk, de van még 20 perc. Ennyit az álmokról. Foger. Rálőtte méghozzá, jól lőtte rá a Red Bull Salzburg játékosa. Vas János úgy jött, ahogy az NHL-ben szoktak. Nem volt szép. Ezért jár a két perc, csak akkor Tokai merénylőjét is küldjék ki. Tulajdonképpen az érkező Vas János karjába. Végleges kiállítás. Szuper megy át a másik oldalra. Szuper most már. Igen, ezt is ilyenkor talán ki lehet használni, most többet megengednek a bírók, ha meg visszaüt egy dán. Na de hát mindez találgatás. Úristen, honnan pattam be egy korcsolyáról a vasra, és onnan ezek szerint a hálóba a korong. Két gólnál, három gólpassznál jár, a dánok 3-1-re vezetnek. És ez ugye nem jár le. Hátvéd Koriról. Itt kapja vissza Morten Green. Lehet, hogy szél, igen. Böttger megy a kapu elé. Szuper! Hatalmas védés! Mondjuk felkészítették a játékosokat, hogy a bírók nem nekünk fognak fújni, de másodikor test közelből éled meg. Nézzen! Elakadó lövés. Ott tuszkolják szuper előtt a korongot. Falkovics hagyta el a korongot. Ez nagy helyzet. Bent is van. 4-1-re vezet Dánia. Ezt a Morten Madsent a Minnesota draftolta, és az AHL-ben játszik jelenleg is, 22 éves. Megint szerencséje volt egyébként, nem véletlenül maradt a jégen fekve szuper Levente. Hozzáérte ez is. Csak hogy Madsen például milyen nagy játékos. Lehet, hogy az sérülés volt az előbbünél Levente, nem a kedvét veszítette, hanem lehet, hogy a térde.
az orvosoknak is be kell menni a jégre. Lehet, hogy eltalál? Hát nem, nem hiszem. Itt igen. Letapadt. A közönség elismerése. Hetényi Zoltánnak van dolga közben. Bent a korong, ezt mutatja a gólbíró. Ezért nem értem a bírókat. Szerencsésen visszavágódó pak, és össze-vissza pattog az egymással bunyózó magyar és dán játékosról Hetényire, onnan meg a kapuba. Így de Stál... lehet, hogy a kangyal Stál 2-ről megy vissza. Igen, róluk megy vissza, és aztán Hetényi lábáról. A közönség véleményét hallják, pedig itt Zürichben nem olcsó az élet. Lehetnének csalódottak is a magyar szurkolók, akik nagyon sok áldozatot hoztak azért, hogy itt lehessenek a világbajnokságon.